tűzzel festi alkotásait Ferencné, Kocsis Andrea Rába Tamásiban. A különleges technikával készült képek általában a családtagok és barátok otthonait díszítik. 9 évvel ezelőtt kezdtem el hobbi szinten foglalkozni ezzel, akkor próbáltam magam, vagyis hát így jött ez az egész, hogy... Ez a kreativitás honnét van? Tehát kezdjük, én ezt, úgy tudom, hogy Csordán végzettön. Varrónőként végeztem, de nem igazán kötött le a varrás. Szerettem volna divattervező lenni, de más irányba fordultam. Még kerestem az utamat, de legkisebb fiam, mikor megszületett, utána jött egy ilyen égi jel, vagy nem tudom mi, és akkor egy bevásárlóközpontban láttam meg egy ilyen pirográf égető pákát, és akkor döntöttem el, hogy megpróbálkozok ezzel. Teljesen autodidakta módon tanulta meg ezt a technikát? Saját magam. Néztem videókat, felkerestem oldalakat, hogy próbáljam képezni magam, de igazából ez gyakorlás kérdése. És hogy kezdődött tűzzel a festés? Hát ez hogy történik? Hogyan festünk tűzzel? Ehhez van egy hasonló, mint a forrasztópáka, csak most már ki van fejlesztve külön így fára, vagy hát tűzzel festésre is. És a falapokat felvágom méretre, ki milyen méretet gondol családba, bárhol ismerősök, hogyha kérnek valamit ajándékba, készülnek, felvágom, és utána felrajzolom a mintát. És vannak kialakítva a speciális hegyek, amivel először a kontúrokat rajzolom fel, és utána egy ilyen laposabb hegyel árnyékolok, satírozok. Közben rátaláltam egy gázforrasztóra is, amivel a hátteret tudom akár feketére égetni. A minták megrajzolása is nagyon fontos. Azt hol tanulta meg, hogy megfelelő módon tudja rajzolni ezeket a mintákat? Hát valamilyen kézügyességem azért volt, de elvégeztem egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot, ahol a portrékkal foglalkoztunk, árnyékolással, satírozással, és annak nagy hasznát veszem itt. Közben használok indigót, de azzal csak a nagyobb kontúrokat. És utána már vagy a monitoron, vagy a kinyomtatott lapon nézem a képet, amit éppen készítek, és úgy mozdul a kezem, ahogyan éppen kell. És ilyenkor a pákával már a mintát. Igen, igen. Akkor már égetem. Magyarul égeti a mintát. Igen. Ez gondolom nagyon finoman, nagyon Nagyon lassan megy, igen, nagyon lassan megy, nagyon oda kell figyelni, mert ugye a fának lelke van. Attól függ, milyen fával dolgozunk. Vannak a puha fák, például a fenyő, ahol ugye az évgyűrűk azok kemények, közte besüllyed a hegy, szóval nagyon oda kell, meg ki kell tapasztalni azt, hogy hogyan tartom a pákát, mennyire nyomom rá, van, ahol éppen, hogy csak érinteni szabad, mert egyszerre megégeti a lapot, és ugye azt már kuka, azt már javítani nem lehet. Gondolom, volt olyan is, ami sajnos. Volt egy pár, ami kukába landolt, volt olyan, amit ketté törtem, de viszont vannak félretéve is, amik egy-két éve már ott lapulnak a szekrénybe, és azt mondtam, hogy jó, majd egyszer újra elő fogom venni, és nem adom fel, és megcsinálom. Milyen témákat örökít meg? Mindenfélét. Igazából akár írást, akár bárkinek bármi elképzelése van. Vannak ismerőseim, akik ajándékot kérnek, és mondják, hogy évfordulóra, vagy születésnapra, vagy valami ilyen jelesebb ünnepekre, hogy van-e ötletem. És ugye ilyenkor rávezetem őket, hogy az illetőnek van-e valami hobbija, van-e amit szeret, ami kimondottan közel áll hozzá, és akkor már van egy út, ahol el tudunk indulni. Itt, amit elhozott alkotásokat, van rajta portré, de itt van például gyönyörű szarvas, Barcelona kedvelőinek is készített, a Bayern Münchennek is, Manchester Unitednak például. Tehát itt sokféle dolgot lehet végül is megörökíteni tűzzel a fára. Lehet színezni is, bár én nem vagyok híve a színezésnek. Akrillal vagy színes ceruzával szoktam egy nagyon halvány színt adni neki, de én úgy gondolom, hogy a
a fa az a maga természetességében maradjon meg, hogy ne színezzük. És amikor már a minta ki van égetve, látom, hogy lehet árnyékolni is, az Igen. egy következő lépés, ez Igen. egy másfajta technika már? Az már az utolsó, amikor már a kontúrok megvannak, és kialakult félig meddig egy kép, utána például az arcokat azt árnyékolással tudom kialakítani. Szóval nem szemet rajzolunk, vagy nem szájat rajzolunk, hanem ott árnyékolunk, és egyszer csak az arc ott van előttünk. Hogyan lehet ebben tovább lépni? Tehát van-e itt a környezetben olyan, aki ilyesmivel foglalkozik, akár a megyében, vagy akár a Rába közben, vagy ön az egyetlen, aki most jelenleg a tűzzel festéssel tevékenykedik? Mások is vannak, ismerek másokat is, szoktunk ötleteket cserélni, vagy építő kritikákat egymással fogadni, adni. Szeretem, hogyha építő kritikát adnak, mert sokat tanulok belőle, de én így magam járom az utamat. Ugye említett, hogy családokban, barátoknak, ismerősöknek kerülnek el az alkotások. Én úgy tudom, itt Rába Tamásiban a településnek is Igen, igen. Hát a legnagyobb munkám az a trianonos emléktábla volt. Tavaly készítettem a falunak, de azon kívül dekorációkat szoktam támogatni a falut, az iskolát, mindig amiben éppen tudom. És van valamilyen cél, ami nagyon fontosnak tartana, hogy megvalósítson akár, hogy rákerüljön az a kép, az a minta, az az alkotás, az a mondjuk csendélet, vagy bármi, ami ilyenkor a fára tűzzel lá lehet égetni? Hát kimondott célom igazából, szeretnék egyszer egy családi portrét, egy nagyot otthonra. Ahhoz gondolom kell még egy kis idő, mire az ember portrét igazán meg tudja valósítani. Csinálok portrékat is, de ugye nagyon időigényes, és hál' Istennek van annyi megkeresésem, hogy nincs időm az otthonira. És már látom, hogy készül a húsvétra is. Igen, most már készülődök a húsvétra is, szeretnék ugyanúgy az iskolának megint dekorációt készíteni, ugyanúgy a köztérre, meg hát nálunk a ház előtt szoktak én lenni minden ünnepnek megfelelően valamilyen kis fából készült dolgok. Köszönöm a beszélgetést!